A családtámogatások kibővítésével párhuzamosan nő a családalapítási kedv és nő a házasságkötések száma. Ezt a családokért felelős tárca nélküli miniszter közölte nemrég. Novák Katalin arra is emlékeztetett, hogy a nemzeti kormány 10 éve a családok támogatását tekinti egyik legfőbb céljának, mert a családokat a nemzet alapkövének tartják. Na, a Fiatal Családosok Klubjának elnöke a vendégünk. Köszönjük szépen, Iván királynóra van itt velünk a stúdióban, kezét csókolom, jó reggelt kívánok. Hogy készültem erre a beszélgetésre, gondoltam, hogy megkérdezem öntől, hogy mit gondol arról, hogy ilyenkor egy pár, egy fiatal pár, aki arra mondja a fejét, hogy összeköti az életét, amellett, hogy nyilván fontos nekik, hogy szeressék egymást, de mik azok a praktikus dolgok, amit szem előtt tartanak, hogy családot alapítsanak? Én két dolgot szoktam kiemelni. A szeretet és a szerelem mellett az egyik ugye az a biztos anyagi háttér, a másik pedig, ami a nőket foglalkoztatja leginkább, az, hogy mi lesz a karrierjükkel, mi lesz a munkájukkal akkor, hogyha gyermeket vállalnak, ugye 1, 2, 3 vagy akár több gyermek esetében ez egy komoly dilemma szokott lenni az édesanyák számára, illetve a nők számára. Viszont a kormány ezt is igyekszik kezelni, és igyekszik választ adni erre a kérdésre, hogy ne álljon ez útjába annak, hogy a fiatal párok összeházasodjanak, és később majd gyermeket vállaljanak. Igen, érdekes, azért ez nyilván egy másik beszélgetést megér, hogy változott meg a hölgyeknek a szerepe az utóbbi időszakban a karrier és a családalapítás tekintetében ebben a felgyorsult világban, de erről majd beszélgetünk máskor. Összegyűjtöttem egy-két adatot megnézve a magyarországi, akár az európai viszonyokkal összehasonlítva, és a számok alapján az Európai Unióban 2010-hez képest Magyarországon növekedett a legnagyobb mértékben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedv. Mi lehet ennek az oka? Ugye 2010 óta, mióta polgári kormányzás van Magyarországon, látszik azt, hogy a kormányzás központjában a családok támogatása áll, és itt nem csak az anyagi juttatásokra kell gondolni, hanem az erkölcsi megbecsülésre. A 2010 előtti időszakban azért voltak problémák ezzel kapcsolatban, viszont az elmúlt 12 évben azt látjuk, most én akár saját példámon is be tudnám azt mutatni, hogy igazán menővé és trendivé vált családosnak lenni. Ma már nem kell szégyenkezni egy párnak, hogyha akár sok gyerekkel bemennek egy étterembe, vagy egy szállodába, hanem inkább büszkeség tölti el őket, mert mindenki úgy felnéz rájuk, hogy mertek gyermeket vállalni, és hogy családban gondolkoznak. A 2010 előtti kormányzás, ők ugye a megszorításokban gondolkoztak, és az első adandó alkalommal, amikor például beütött egy gazdasági válság, akkor elvettek a családoktól, és ezzel azt mutatták ki, hogy nem fontos számukra az, hogy hogyan boldogulnak a magyar családok. Az elmúlt 12 évben viszont az erkölcsi megbecsülésen túl olyan anyagi juttatásokat kaptak egy családok. A családok, hogy én is most, amikor készültem erre a beszélgetésre, tényleg elképesztő, hogy egy 3 gyermekes család az akár 35 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kaphat pár év alatt, ami azt gondolom, hogy egyedülálló Európában. Ha már Európát említ és nemzetközi összehasonlítást, akkor azt is megnéztem, hogy Európában a magyar kormány az, aki a legtöbbet fordítja a családokra, a GDP-nek, a nemzeti összterméknek az 5%-át. Tehát ez nem nagyon szokott hangsúlyt kapni még Európában se. Nem, és hát ugye az nagyon fontos kiemelni, hogy azért most egy nagyon komoly világjárvány után vagyunk, vagy hát sőt, még azért benne vagyunk. Majd hoztam adatokat, majd ezt elmondom, igen. Igen, és azért egy másfél éve tartó, nagyon komoly megszorítások után, bezárások, bezárt az ország több alkalommal is, és hogy ennek ellenére a magyar kormány kitartotta mellett, hogy a családoktól semmi esetre sem vesz el, hanem ugyanúgy az eddig bevezetett támogatásokat ugyanúgy igényelhetik a családok, sőt az elmúlt fél évben még újabb bejelentésekre került sor, és újabb támogatásokat igényelhetnek majd a jövőben. Ugye itt amit most említenék, az SZIA-nak a teljes visszatérítése, ami szintén egy egyedülálló intézkedés. Erről majd még egy kérdésem lesz, de ha a KSH legfrissebb adatait nézzük, akkor pont azt vizsgálták, vagy azt mutatták ki pont a pandémia kapcsán, hogy az elmúlt másfél év kapcsán, hogy idén január és júniusban 31.765 pár kötött házasságot, ez
majdnem 19%-kal több az egy évvel korábbinál, és a 2019. január-júniusi adatnál pedig 32%, majdnem 32%-kal több. Ebben nyilván szerepe lehetett annak, hogy akkor a kormány a pandémia, a járvány ideje alatt nem azt választotta, hogy megszorít, elvesz, adót emel, járulékot emel, hanem segíteni próbált a családoknak is, ugye? Hát igen, és ugye egy hátráltatott helyzetben, mert hát azért egy ilyen komoly virágjárvány közben azért nagyon sok a bizonytalansági tényező, és a kormánynak ebben az ellenszélben kellett továbbra is egy jövőképet mutatni a pároknak, és hát látszik az adatokból, hogy szerencsére továbbra is megvan a pároknak a jövőbe vetett hite, és hisznek a család intézményében. 2 percünk van, és van még 2 kérdésem. Egy érdekes dologra figyeltem fel, hogy ha már adatok, 1986 óta nem köszöntek annyian házasságot Magyarországon, mint most, és a válások száma pedig 1962 óta nem volt olyan alacsony, mint most. Tehát ezeknek az intézkedéseknek ezek szerint nem csak érdemi anyagi hatásuk van, hanem pszichikai is. Így van, és hát ugye számokban kifejezhető hatása van, hiszen a statisztikák nem hazudnak, és hát ugye ez egy hosszú távú építkezés, itt tényleg nem egyik napról a másikra kell csodákat várni, hanem látszik, hogy az elmúlt 11 év kormányzása most érik be, és hosszú távon valóban a fiatal párok családban, gyermekekben gondolkoznak. A kormány egyik legnagyobb vállalása, hogy ön is említette, hogy ha év végéig elérjük az 5,5%-os gazdasági növekedést Magyarországon, akkor visszatérítik a befizetett adót a családoknak az átlag bér szintjéig. Ez mekkora segítség lehet? Ugye ez a kérdés, megfogalmazódik ez a kérdés a nemzeti konzultációban is. Így van, és hát ez hatalmas segítség, több 100 000 forintos visszatérítést jelent a családoknak, és ami nagyon fontos, és ezt mindig kiemelem, hogy itt főleg az 1 és 2 gyerekes családoknak jelentes segítséget. Ugye nagyon sok kritikát kap a kormány, hogy csak a 3 meg a több gyerekes családokat támogatják. Ők ugye már az adókedvezmény, illetve az SZIA visszatérítés kapcsán nagyon sok támogatást kaptak. Ezzel az intézkedéssel a kormány az 1 és 2 gyermekeseket szeretné támogatni. Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapító elnöke volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Szép napot kívánunk.